Hey yo guys, elérkeztünk egy következő Overwatch-os videóba. Az előző részek nagyon tetszettek nektek, ezért úgy gondoltam, hogy hát itt van egy következő. Én is nagyon szeretem ezt a sorozatot. Köszöntelek titeket, és ez a kis tincsem is köszönt titeket, aki egy különálló életet él. Lássuk, vajon ma hányan fognak csalni, esetleg hány pörgőaimosunk lesz, aki csak a földet nézi folyamatosan, ők a kedvenceim. Srácok, ne talán esetleg, ha még van köztetek olyan, aki nem iratkozott fel, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik a sorozat, és Dust2-n vagyunk. Igen, Dust2-ről nagyon jó véleményeink vannak, az előzőben is csaló volt a Dust2-s emberünk, és hát itt is valami olyasmit láttok, ami csalásszerű. Suspectünk 2-0-3-ban van. Azt mondta 3 halál után és 3 veszített kör után, hogy oké, emberek, akkor nézzük meg, hogy ez a pörgő taktika, ez egy taktika, ugye ez nem csalás, ez egy taktika, úgy kicsit megbabonázzuk az enemit, és úgy, mikor látunk egy ilyen embert, hogy pörög, akkor egy kicsit elkezd gondolkodni, és agyban úgy valami elkezd motoszkálni, és olyankor elmegy a koncentráció képviselő a játékról. Tehát ez a pörgés, ez igazából az egérnek a horizontális mozgatása által jöhet létre, úgyhogy így nagyon jó. Azok, akik sokat szoktak tojást felverni, azok előnyben részesülnek, mert azoknak egy kicsit jobb ilyen technikájuk van. És hát lehozták, hogy az első kört itt a nagy magyarázáson közben azt vettük észre, hogy lehozták a kört, és még egy embert is sikerült ölni. Azt nem tudom egyébként, hogy miért itt CT-kezdőn vannak, tehát miért nem mutatják meg az embereknek ezt a tudásokat, hogy ők igenis pörögni tudnak, és hogyha ugye mondtam, hogy ezzel egy kicsit megbolondítják az enemit, hogy ott pörögnek. Az enemi ilyenkor megkérdőjelezi, hogy miért pörög ez az ember. Srácok, szerintem már én sem tudom, hogy miről beszélek. Titeket meg se kérdezlek, hogy tudjátok-e, hogy én most jelenleg itt miket mondtam. Egy kicsit engem is megbolondított ez a pörgő aimos emberünk, szerintem túlpörgettem. Elég volt ennyi. Az a pár másodperc, egy perc, két perc, amit láthattunk. Nem láthatunk többet, csak ezt a szálat, itt ezt a vonalat láthatunk, mint egy fatörzs egyébként úgy néz ki. Csak annyit láthatunk, ahogy elkezd egyet-kettőt lőni, vissza is megy ebbe a pozíciójába, nem tudom, mintha oda lenne ragasztva. De egyébként azt vettem észre, hogy a többi társa is ugyanezt csinálják, tehát mintha csapatosan hackelnének. Mindenki tafkolt, CT-kezdőn, aztán várják az enemiket. Azon gondolkodom, hogyha sortról bemennének, akkor nem tudnák eleplantolni, mert ugye, hogyha bénit átmennek az ajtón keresztül, úgyis lelövik őket, meg longon keresztül, hogyha akik mennek, úgyis lelövik őket. De hogyha sorton mennek, akkor itt ezek úgyis afkolnak, akkor ott nem tudnának bemenni. Na mindegy, nem tudom, nem kezdek el többet itt túl gondolni, elég volt ennyi szerintem ebből a meccsből. A few moments later. Hű, nehéz pár perc volt, és hát sikeresen megállapítottam, hogy aimozott meg V-házott. Elég nehéz volt egyébként. És hát ilyenkor csak azt bánom, hogy a következőre kell még várni egy jó pár percet, mert olyan hamar eltelt az előző, hogy még a következő az nem érkezett be hozzánk, a következő gyanúsított. Srácok, office-on vagyunk. Eléggé szeretik a hackerek, hogyha ez is egy olyan lesz, hogy a földet nézi, én befejezem a videót. Lehet, hogy tartalmában ez lesz a legrövidebb, és nem mond semmit ez a rész, de én akkor is befejezem, hogyha azt látom, hogy megint a földet nézi, de úgy látszik, hogy nem. Úgy látszik, hogy nem a földet nézi, és meghallgatott minket Mr. Chego, és hát ahhoz képest, hogy office-on vagyunk egy eddig még tisztességes játékost láthatunk. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. 2-0 egyébként az állás. Emellett pedig egy scouttal próbál valamit alkotni, és hát eléggé elveszettnek tűnik, ha gyanúsítottunk. Mit csinál? Ide megy a map leghátához, és várja igazából a terroristákat, hogy támadjanak, és annak ellenére, hogy ez egy olyan pálya, ahol ugye a terroristáknak védeniük kell. Eddig a statja az 4-0-3. Nem kecsegtető, nem is azt mondom, hogy rossz. Igazából csapat első, 10 ponttal. Eddig nem val semmi megkelésre a viselkedése. Kíváncsi vagyok, hogy a meccs további részében hogy fog viselkedni. Ez egy laza fejes, igazából hallotta, ahogy trappolt. A smoke-ot, hát mondjuk de volt értelme oda bedobni, az egy kis szűk kis szoba, és ott viszont elmehetném most, anélkül, hogy észrevennének. És egy laza fejlővés, akire igazából nem igazán számított. Nem, vagyis én nem úgy vettem észre, hogy előre lőtt volna, vagy bármi, inkább hogy ilyettségből gyorsan ránézett. Felveszi a túszt, és viszi is a CT spawnra.
Jó, eddig egy korrekt kör láttunk, teljesen oké és eddig a viselkedése. Itt most természetes módon várja, hogy az emberek megjelenjenek. Kíváncsi voltam, hogy az a terrorista, hogy ott elszalad, rá fog vajon lőni, vagy előre fog lőni, vagy legalább a célkeresztel egy kicsit úgy megmozdult, de nem mozdult meg. Tehát eddig nem VH-gyanús, és még aimot sem mondanék rá amúgy, tehát teljesen normálisan lő. Van még egy perce, hogy visszavigye a túszt, és ha minden igaz, sikerül lerakni? Á, ott van egy ember, aki hát várta igazából, de mintha nem tudná, hogy mi a feladata. Nem, jó, oké, itt várt a CT-t, hogy érkezzen, de mintha nem tudta volna, mi a feladata. Elég el volt bújva a terrorista. Mindegy, az érdekes kör volt. Az viszont elég érdekes célzás volt, mintha egy kicsit már elkezdett volna ugrani, utána meg valami miatt visszaugrott az enemére. Tehát ott már elvesztett egy kicsit a koordinálását, a koordinációját, utána pedig hirtelen visszament az emberünkre. Mindegy, ez lehet akár csak a 64 tick miatt is. Bocsánat, 32, tehát maga a demo az 64 tickes, de amit mi látunk, az 32 tick belőle. Ezért sem mindig pontos az információ az őrségben, amit láthatunk. Jó, hát itt most ezt is hallotta, hogy trappolt, persze, hogy szedi a túszt és visszamegy lelőni, hogy biztonságosan el tudják hozni a túszt, és igazából csapatmunka történik, mert itt láthatjuk, hogy hárman mentek a túszért, egy valaki felszedi a túszt, és már mennek is vissza, és ezt is easy lerakja igazából. Nem tudom, ez a terrorista mit csinál, szerintem ezek el vannak kicsit tévedve, hogy azt hiszik, hogy itt is terroristáknak támadik el, hogy nem tudom, mi a helyzet. Nem tudom, egyébként milyen szinten is játszunk, hát office nagy szinten eleve nem igazán játszanak, sőt, szerintem egy globál, én őszintén megnéznék egy globál elit meccset, egy ilyen supreme globál elit meccset, ahol szépen felmennek izére, office-ra, vagy nem tudom, mondjál még valamilyen ilyen túszos mapot, és ott elkezdenek játszani. Vagy egy ilyen hivatalos versenyen, ahogy ezt játsszák. Kíváncsi vagyok. Azt honnan tudta viszont, hogy ott van? Arra komolyan rálökte a nédet. Vagy minden körben ott szokott állni, és hát szinte biztos volt abban, hogy most is ott áll. Ez kicsit érdekes volt, de igazából nem annyira gyanús. Az egy olyan spot, ahol hát simán tud állni egy enemy. Arra komolyan előre lőtt. Az viszont elég komoly volt. Az elég komoly volt. Az utolsó előtti kill. Ezek alapkillek. Nem mondhatom azt, hogy csal, mert nem lő előre, meg igazából nem is ő megy az enemire, hanem az enemy jön rá. Tehát, hogy akit lát, azt elkezdi lőni, és semmi más nem történik. Na, hadd lássuk, most vajon ebben a körben sikerül felszedni egy túszt. Kíváncsi vagyok. Az szép volt. 5 golyód van, csávó. Az nem lesz elég. Igen, már jön is a töltés. És az utolsót... Hű, itt viszont nem tudom, miért lőtt előre. Ez érdekes volt. Itt is előre lőtt. Nem pedig balra vagy jobbra, hanem... Nem tudom, egyre érdekesebbé kezd válni ez az ember. És mintha mindig tudná, hogy hol van az enemy. Még az első olyan megmozdulása, amikor eldobta a gránátot fix oda, ahol az enemy volt, arra még azt mondtam, oké, de most már egyre több olyat csinál, hogy pontosan oda néz meg, túlságosan jól következteti a dolgokat, hogy hol fog megjelenni az enemy, hol fog kijönni, hol fog megérkezni. Hallásom, hogy négyen vannak az enemy csapatban. Nagyon kicsi látszott meg igazából az enemy testéből ott. Ott egy két pixel látszott meg, és mégis előre lőtt egy picit, nem tudom. Ott is, mintha előre lőtt volna. Az semmi nem volt, ez egy miss volt. Hopp, ott látszódik a fegyver, én ott már meg is lőném a falat. Az igen, az komoly volt. Nem tudom, mit mondjak erre, srácok. Ti eddig milyen véleményen vagytok erről? Most magatokban fogalmazódjon meg egy ilyen gondolat, hogy Valhack, igen, biztos Valhack ez, hogy Zoli, ez nem Valhack, ez csak simán jól játszik, de szinte még pici VH van benne. Pici VH van. Ezt viszont nem tudta, vagy nem akarta tudni, hogy ott van, csak mert látta, hogy most már kicsit sokat lőttem, akkor kicsit álljunk le, kicsit vonuljunk vissza ebből az aktivitásból. Azt viszont meglepett egyszerűen kapta. De és hát úgy láttam én, hogy kicsit hirtelen érte őt. Ezek alapkélek srácok, viszont ő kapta rendesen falon keresztül. Tehát, a gyanúsított, az kap...
láttam, na azt miért lőtted el? Láttátok, ahogy ellőtte magát? Hirtelen, még azelőtt, mielőtt megjelent volna az enemy. Látta, ugye látszódott nekem, itt van valahek, de hogy látszódott, ahogy elkezdett futni, és kicsit hamarabb lőtt, mint ahogy megjelent volna, de pont jókor lőtt, pont akkor lőtt, mint egy picivel előtte lőtt, mint ahogy megjelent volna az enemy. Ez kicsit érdekes előrelövés volt. Jó, most ezek olyan előrelövések itt, amit most láthatunk, ami... Okay, most ez... De azt is, hogy kapta falon át. Az elem is azért elég érdekesen játszik. Többszöri ilyen smoke-on át tilövéseket kapott már, gyanúsítottunk is az enemitől. Bénám, hogyha egy nagy hack versus hack lenne itt a vége. Az komoly. Arra is, mint a számított volna egy kicsit, hogy itt volt. Most valahogy más volt a mozgás, és máshogy állt hozzá. Mert mindig itt jön egyébként, és máshogy állt hozzá most ehhez a... Mihez? Ehhez a kereszteződéshez úgymond. Mint máskor. Itt ez a spothoz most egy kicsit máshogy állt hozzá, mint hogy máskor szokott. Kicsit lassabban közelítette meg. Elég érdekes, kacok. Nem tudom, mit mondjak eddig. Egy ilyen... Azt is ott láttad, ahogy lövi? Miért pont akkor lőtte? Fú, srácok, egy ilyen 70%-os valahek... bizonyosság már van bennem, és ott is akkor lőtte pont, amikor izé ugrott. Egy ilyen 70-75% már így van bennem, hogy ez a csávó csal. De 100%-ra nem tudom megmondani. Á, nem, ez csal szerintem. Ez csal, mindig akkor lő, amikor izé... Amikor megjelenik az enemy hirtelen. Tehát még soha nem volt az, hogy csak úgy elkezdi lőni az üres falat, hogy na, most pont. Most már miért nem néz be a kicsi szobába? Eddig mindig benézett a kicsi szobába, míg tudta, hogy a kicsi szobában van valaki, addig mindig benézett. De oda is addig is úgy nézett oda be, hogy á, lehet van valaki, lehet nincs. De most már egyáltalán nem nézett be, pedig hát attól, mert egy ember ott volt, még lehet egy második is. És utána már nem is nézett a kicsi szobába. Én rámegyek arra, hogy V-házas srácok. Lehet, hogy elhamarkodott, és tudjátok, hogy nem nagyon szeretek olyat, amiről annyira nem vagyok megbizonyosodva, de ez egy ilyen 99,9%. Ott van még az a 0,01, de azért 99% szerintem VH, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy helyesen döntök szerintetek. Lehet aimozott is, de igazából lehet VH-zni aim nélkül simán, tehát én rámegyek arra, hogy nem aimozott. Alaplövéseket láthattunk, annyi, hogy sokszor előrelőtt. Nem volt semmi más egyébként, csak a VH-t, amit láttam. Oké, köszönöm szépen, srácok, hogy végigkísértetek engem ezen a részen. Egy elég szokásos aránt láthattunk, az egyik az úgy egyértelműen pörgőimozott, a másikat pedig elemezni kellett. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek és hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban. Nyomjatok egy lájkot, hogyha nem tettétek még meg. Addig is lehetek jók, srácok, és sziasztok!